Start elindult az 1100 méteres verseny, és Foxcatcher lovasa rögtön a start után leesett. Szerencsére a lovas rendben van, és a ló is. Csak aztán a szabad ló, hogy hogyan fog viselkedni a mezőnyben, meglátjuk. Minden esetre She Moves az, aki a frontban van, mögötte pedig a szabad ló, és kívül pedig bírónő próbál előrébb osonni. Mögöttük pedig meg Gilles színeit látom, illetve Lady Jude. Ez a közvetlen élmezőny, a mezőny végén pedig Estike színei tűnnek föl, a mezőny végén Fileva színei tűnnek még föl. A szabadló egyelőre senkit sem zavar, bár benn van a mezőny közepén, miközben előtte galoppozik She Moves, néha kap egy-egy bodycheket, lehet, hogy majd a falon kiengedik őt a lovasok. Bírónő minden esetre ezt a kavarodást kihasználhatja, She Moves-nak pedig a legnagyobb gondja, hogy a szabadlóvat elengedje. Lady Zhu próbál támadni, és kívül jön a legnagyobb támadás, jön Top Lami, és Top Lami nagyon-nagyon gyenge két utolsó futás után megnyerheti a versenyt. Bírónő a végére elfárad, Top Lami a bíró a végén a leggyorsabb, és Top Lami 12-essel megnyeri a versenyt. Bírónő mögött a második, és Silver Shimes megérkezik a dobogó harmadik fokára.